Jó reggelt kívánok! Üdv a csatornán, szavaztok papikáim, Keeper papa jelentkezik a következő gameplay-jel, ami nem lesz más, mint egy CMT-ja is. Erőltetem a fészkémet, hogy az én kis csodálatos arci fejem és az én kis Keeper a sapkám is látszol a videóban. Na jó, van, nem hülyeskedek. CMT-ja, V3 gyerekek. Azt akartam mondani, hogy sokan írtatok, hogy ezt a játékot jó lenne kipróbálni, mert Franco Nero, és úgy gondoltam, hogy akkor csapjunk bele a lecsóba, elvileg annyit túl kerül a játékról, hogy ez egy ilyen nagyon virtuális életszimulátor gyakorlatilag, mint valami Second Life-szerű, akármicsoda, második életedet élheted a San Andreas-ba, és ráadásul nem úgy, mint a GTA Online-ba, hogy szarrá lőnek meg minden, hanem teljesen real kell játszanod, gyakorlatilag a karakteredet meg kell személyesítened, akit éppen rendesen ugye kommunikálni kell az emberekkel, jó napot kívánok, üdvözlöm, szervusz, kérlek, megjavítanád a verdád, vagy nem? Mennyibe kerül a izé? Rendes fizetés kapsz, minden gyerekek rendesen dolgozni, meg minden van itten. Autót nem lehet lopni, autót lehet izéni, venni, és akkor annak van izé adója, van személyi jövedelem adó, meg minden túrós. Az. Nem akartam kimondani. De nézzetek, hogy Bugatti. És nem a sima autók vannak, hanem ladák vannak, meg mindenféle, ezerféle autó. Jó, vágjunk bele a lecsóba, gyerekek, aztán akkor valamit csináljunk már. Nem is regisztráltam. Nem is regisztráltam még, úgy gondoltam, hogy akkor veletek itt megpróbáljuk ezt az egészet itt a regisztráció. Jaj. Mi volt ez? Mi volt ez, gyerekek? Pittyán valami. Üdvözölünk a CMT-an, Magyarország legnagyobb valós élet szerverén, amennyiben úgy döntesz, hogy kipróbálod a játékunkat, jó szórakozást kívánunk, az, hogy tovább lép, el kell fogadnod a szabályzatot! Yeah! Ki az, aki hülye, aki azt ír, elutasított nyom? Egyébként jöhettek velem játszani, ha gondoljátok, mert ugye ez ingyenes, ingyenes! Csak a San Andreasnak kell meglennie. Egy új élet, wow! What the fuck, nem tudom, hogy mi fog történni! Talán most sikerül, mi is sikerül? Valakinek így elva... a nevem! Be kell írni a nevem, mert Moré. Várja. A nevem? Szaros Jóska. Nem. Legyünk, kamolyak legyünk, jó? Oké, akkor legyen a nevem mondjuk. Nagyon komoly nevet adunk neki. Nem jó, nincsen... Nincsen ékezet, baszod ezeket. Vég Béla? Az lesz a nevünk, valaki mászkál itt az ablak előtt, aztán azért sumálkodok mindezetőt. Tudom. Van ilyen karakter a szerveren, a parfaszán. Akkor mi legyen? Szenzációs Áron. Szaros Józsi. Legyen a Szaros Józsi. Szaros József, jó? Legyen ez. A nevem Szaros József. Én egy... Hány évesek vagyunk? Legyünk mondjuk 24 évesek, jó? Én egy 24 éves férfi vagyok, yes. Nem már, ki kellett volna választani karaktert? Vissza vele lehet? Azért jöttem ide. A faluru már meg akarok gazdagodni. Meg akarok gazdagodni, Moré. Moré. Ja, skinned. Ki kell választani? Oda nézzé, hely! Lehet választani, Fuxos ramagy... Nem. Afroamerikait is. Ha akarod, akkor választhatod. Gyerek, ebben nem látok semmit, így vakon kell menni. Mi van itt? Csak négerek vannak? Dakmunkás, Moré. Egy ilyen cigós féle csávot. Figyeljetek a lapos kis ürge, hát ez nagyon gaz. 23 évesek vagy 24, ne felejtsük. Oda nézzé, mi ez? Snoop Dogg. A misének, vagy hogy van? A Szent Mise véget ért. Menjetek békével. Hány van az? Ilyen fuxos üzék romák legyünk-e? Ezek legyünk-e, vagy arek? Hát ezek vagyunk a parasztok, akkor legyünk-e ezek, csakambajcuk. Jó. Csakambajcuk leszünk. Szaros József a becenevünk, vagy a böcsületes nevünk. Jó van.
Így száll le a repülőgép. Hát nem tudom, láttatok már repülőt leszállni, nem így száll le. Így. Imádom eljátszani, hogy megfagyott a kamera így. Hát mi van, mi van, mi van, mi van, mi van, mi van, gyerekek, nagyon nem nézünk jól. Láthatnám a papírjait? Ha hogyne, bazd. Enter. Láthatnám a papírjait? Mit kell látni azon? Nehogy már mi van. Testsúlyát adjuk meg. Hát legyünk mondjuk... 73 kilósak, le vagyunk fogyva, mint az atom. Öntör. Magasságát legyen 178 cm. Vizuális leírását. Anyád, mi van? Magas cingár. Magas cingár falusi sutyó. Mégis igazából nem is úgy nézünk ide, mint Enter. Jó. Beszéd hibával. Azt oda kellett volna írni, nem lehet ma? CCT, nézzünk csak szét. CCT, bazze, apám, ez nagyon komoly. Nézzünk csak szét, mit kell szétnézni? Figyelj oda a bemutatókra. Na, városháza. Városháza, ima a városháza, a város egyik legfontosabb helyszíne. Itt tudunk munkát szerezni, vállalkozással foglalkozni, személyigazolvány, kiváltani. Bazze, nem tudtam elolvasni, kezdve figyelj oda a munkákra, morja. Ezt annyi volt, elvette a képet. Déli benzinkút. Ó, de ez real time mutatja, gyerekek, ott rugatja valaki a golfot. Oda néz, kicsit lagol a csávó, hoppá, kivitte az oszlopot, tessék. Nagyon egyáltalán bugmentes a játék, már most látom, egyébként azt szerintem lag volt. Autóbontó. Nem tud eladni a járművet, csak útban van, semmi pánik, hozd a bontóba. Persze, gondolom van, annyi járművem van, még egy gördeszkám se egyenlőre, úgyhogy lesz probléma vele. Na. Mennyi pénzünk van így kezdésnek? Ez mi? Micsoda? Ha nincs járműve... Micsoda ez? Ha nincs egy jogosítványod, akkor hívjál taxit. Mi van? Jogosítvány is kell? Mi? Leszkeneljem a jogsimet? Vagy gyerekek, mindjárt megkeresem, várjál. Ruha volt. Öltözkös stílusosan. Ott meg ott a csávó robogóval. Hát ez is jó pénzes, hogy sutyó lehet. Mi? Ott meg ott a csáj. Moré. Mari, rávagok a valagadra. Na. Egyébként ez full magyar, ugye? Ez magyarok csinálják ezt a szervört. Csak jó lesz. Na mi ez? Autókereskedés, autót akarsz vásárolni, minden megtanul, blablabla, szájnál, blablabla, jó van, oké. Aztán hogyan rendeljek taxit? Van telefonom? Ó, te gyerek, lesz itt baj. Szerelő telep. Amennyiben járműved megsérül, itt tudod megjavítatni a szerelőkkel. Mi ez az izé, mi ez az íratlan lakba? Nálam lakol egyre, vagy mi ez? Nem, mert össze-vissza mennek egymásnak. Jó, ilyen lagos szerver ez, vagy mi? Itt tudsz bankszámla számot nyitni és számládat kezelni. Gyerekek, itt szerintem lesz baj, hallod? Itt a legelején hivatalba kell futkozni a polgári előhivatalba, meg utcatáblák, vagy vannak videó, ilyen keresztetődésben, ilyen stop tábla, figyelj. Tuning műhely. Tuning műhely, külön tuning műhely van, hát ezt most aztán nagyon tudom. Ott egy telefonszám, figyeld, fülkének van száma, hülye vagy, láttad? Fölé volt írva. Magyarul meg tudod csörgetni, fülket ott van, valaki megbeszélt. Figyelj, ott fogok héderezni, az nem, nincs telefonom, ott héderez. Megjöttünk, kórház. Ha megsérülsz vagy műtétre szorulsz, akkor menj el kórházba bele. Lehet hívni 104-je, hülye vagy. Ja, van hang egyáltalán, vagy csak itt pofázom. Autós iskola. Ne szórakozzál, izébe. Hallod, autós iskolába kögyüröm. Szóval mit elveszik a jogsígamat, vagy mi lesz? Megbüntetnek, mi? Baj lesz itt, gyerekek, baj lesz itt. Nem tudom, mi lesz itt, de jó. Na, menj! Kapsz egy kis bevezetőt a játékról, Mori. Oh, no! Admin zárkát kapunk, bezárnak, hogyha rossz vagyok. ICOC. Karaktered legjobb, out of character, in character. IC az... az in karakter, az OC az meg out of karakter.
Jó. Magyarul akkor out of character az azt jelenti, hogy mikor nem vagyok benne a szerepbe, in character, amikor benne vagyok a szerepbe. Mi volt az az ugatás? Ez annyira izé, ugye RP, Rolling Play, hogy elvileg teljesen vele kell élned magad, tehát nem használhatod az IC chatet, az in character chatet, csak akkor, mármint az csak olyan kommunikációra, hogy mint hogyha szerepednek szerint. Ja, a T betűt kell használni, akkor hogyha ben vagyunk a szerepbe. Játékban tilosok nélkül ölni. Ahó. Az jó dolog. Úgyis kinyírná mindig, mi? Jól sem elolvasom, gyerekek, állítsatok meg, ha van kedvetek elolvasni. Jól olvasok. GP. Vagy mi az PG? Power Gaming. Hősködés. Józan ész határait ugye be kell tartani minden szép féle téren. Ja, hősködni, úgyhogy elkezd a szökőleg csapkodni, mint a három gangstert, akkor az hülyeség, ugye valóságban se tennéd meg. Nem tehetsz meg akármit. Gyerekek, akkor ez nem, azért nem ilyen Knocked League-nak való szerver, mi? Amint így 10 évesen ne álljál neki, mert azt se tudod, mit csinálsz. Nem, mint hogyha én tudnám. Jó van, na! Revenge kill, az mit jelent? RK. A rövid halál utáni bosszú. Ja, hogy? Magyarul nem szabad ilyen revenge killezni, tehát hogyha megöl valaki, akkor nem ölheted meg utána, mert ugye én, aki a számítógép előtt ülök, az emlékezhet csak arra esetleg, aki mondjuk hátulról lelőtt, de a karakterem az nem. Érted? Mi az minden esetben a karakteremmel történik, a dupe pedig láthatatlan indirekt dolgokra. Mi végigméri, beszélget, fura vagyok, blablabla, bla, bla. Mi pislog egyet, mi be, leszív egyet cigibe, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Jó, mi tesztet kell írni, ülye vagy? Nem fogok tudni, mi az? Mi a weboldalunk címe? Nem, meg se tudom. Hát gondolom hús, mert magyar, nem? Hogy jaj, jelented, ha egy játékos nem tartja be a szabályokat, valakit elütöttek el, bore, háttérbe, de különben tök jó meg van csinálva, igényes. Nem szólok IC, szólok, neki szólok adminnak, vagy van az könyvet teszek rá. Szerintem az, nem? Most nem kezdek el kötekedni senkivel, nem tudom. Mit jelent ez in karakter, baze? Ha rendőr színénézve közelít hozzád, le kell húzonnan? Itt ez egy játékbeli esemény, ugye? És én döntök természetesen. Hát ugye most a rabló vagyok, akkor menekülök, hogyha... Ugye értitek, hogy ez egy ilyen szerep, egy szerepet kell magadra húznod, ez baromi jó. Gondolom, hogyha bugot használó kihasználó játékos, akkor jelentem. Nem minden esetben. Figyelj, most hogy bugot találok, az miért jelentsem? Nem kötelességem. Kötelességere azt írja. Hát nem kötelességem most. Mi van? Fáj belőle, hogyha nem jelentem, hogyha van ott egy textúra hiba. Hogy használom az OOC-t? Azt hiszem, hogy B betű volt, ugye? Az OOC a B betű volt, a T betű volt, az meg az IC. Szerinted belefér az RTB keretei, ha beszólgat valaki a rendőrnek? Hát persze, szerepétől függ. Nem? Figyelj, most egy... Fekal, nigger, az mi van köcsök? Szabadon a szelmerem? Ha nyomos indokom van, nem? Ha most érted, rendőr vagyok, és akkor érüldözöm a bűnözőt, akkor mit csinálok vele most?
Szituáció, oda megy hozzád egy játékos, így megkérdezi, tehát játékban megkérdezi, hogy kell inventory-t behozni. Amit ugye nem szabad, mert akkor azt izébe kéne, ugye OOC-be kéne megkérdezni, tehát OVO karakterbe. Tehát az IC és az OOC-t keverik. Ja, az anyát. Pont ugye erről volt szó, hogy nem szabad ugye, nem szabad megölni, ezt az RK-t nem szabad csinálni. Mit jelent az OOC out of character boss? Hol lehet munkát felvenni városháza? Gyerek engem... Na három gettó bandás átfogja a fegyvert, pénzet követete ezt. Szóval az melyik szabásértésze ez? Ez a izé, ez a ugye... Ez a power gaming, mert ugye nem... Felteszem a kezem, odaadom a pénzem, hát nem csinálok hülyeséget. Kiolvasod a nevét és azon szólítod meg. Hát a izé a deathmatch az biztos nem, ez biztos nem, ez biztos nem. Akkor csak ez lehet, ezt meg nem... Aaaaaah, milyen magyarod, tudod a tesztet, újra. Most ez komoly! Nem már bazzel, hát majdnem megvolt, mit basztam el? Akarom még egyszer, gyorsan lenyomjuk ezt tesztet. Ha ne, szórakozzatok! Ezt cseszhette be? Ez. IC. In karakter, lehet, hogy itt... Szerepemhez mi? Aj. Ez a bugos, ez lehet, hogy jó legyen. Karakteren kívül, hát csak a B, nem? Szerepétől függ. Szabad önni a szerveren? Nyomós indokom. Ez is izé volt, ezt is tudtam. Szerintem ezeket tudtam, mit rontotta be? Hol lehet munkát felvenni? Városháza. Power gaming-et cseszem el. Most meg sikeres, bazze. Kb. Ugyanazokat. Valamit lehet, hogy rosszul olvastam. Na tovább more aztán csapjuk be. Jóó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 
látjátok, hogy mit ír be. Puty, mondtam én. Jó, mindjárt gyerekek, jó? A felhasználó nevem legyen. Jászó. Jó, sokkal ízére kirok, mi? Arre. Hajjátok, beütöttem, hogy kipördöttem, és ez a felhasználó már foglalt. Hülye vagy? Akkor kiadta! Én biztos vagy, nem hallod? Jó, nyomtam egy bejelentkezést. Hallod? Kipörödünk, felhasználom, már foglalkozom. Ezt nagyon szeretem egyébként. Instán is így jártam. Na, gyűjtek, nézhetitek. Na, itt van e. Játszott percek 0, életerő 100%, páncél, éjség, szóval pénz 800 dollár forint. Mi az a VZ2? Vagy V2? Banki egyenleg. Nyomj entert a kiválasztáshoz. Ez vagyok én. Fasza vagyok. Na, Szaros József. Kíváncsi vagyok. Akkor most mit kéne? Munkát kéne szereznie? Nem, More? Jú, megérkeztünk a röptérre. Hasza. Mi az? Na, mik vannak itten? Hey, More? Fiú, jó néz ki ez. Várja, hát ez... De nagyon csúnyák vagyunk, gyerekek. Pont így köllött kinézzünk, More. Várjatok, hogy köll itt? Mi a ti...
M-mel az történt, hogy nem a térképet hozta elő, hanem várjátok, F1 meg ilyenek, az biztos jó. Mi ez? Alapvető segítség. Panel info. Alapvető információk. M-mel hozta elő az izét. Stílusok büntetés, szériaváltás, prémium pontok, játékbeli tudnivalók. Ah, meg már more. Na, hát dolgok. Ha oda videó van róla, hülye vagy. Jó van engem, bazán, én visz végig nem nézek ki a videókat. Figyelj, rágyövünk erre, mi nem szórakozza. F2 mi? F3? Hoppa, hoppa, F3. Inventory, vagy mi ez? Ja, információ. Szaros József, 24, munka nincsen. Skin, önke. Okay. Banki egyen, nulla. Magas. Cingár, falusi süttyó. Ezek vagyunk mi. Nem lehet átírni? Fülváltása. Pö. Prémium. Ezt gondolom. Ó, fizetős tartalom. Jó van. Felejtséje, barátom. Nincs kiválasztva press. Mi ez? Paletta, bloom. Pö. Jó van, oké. Okay. Ez mi volt? F3 volt? F4 mi? F5? F5 a biztonsági a fülye, vagy F6? F6. Prémiumból vásárolható dolgok, jó van. Chad. F10. F11, ez kell nekem, na. Jó, hol vagyok? Röptéren, itt vagyok. What, ez nagyon kurva jó, gyerekek. Ez azért oda van, oda van megcsinálva. Ez mi? Tuning, figyeld, kiírja, de jó, kaszinó. Ez mi? Autó bérlő. Ó, lehet bérlőni autó, gyerekek. Ez mi? Munkakezdés, munkakezdés. Várjál. Hol a városháza? Menjünk autót bérelni? Autókereskedés. Mennyi pénzünk van? Rendőrség, ruhabolt, városháza. Na ezt megjelöltem magamnak, és akkor valahogy el kéne oda kecsőri. De azt írták, hogy telefon, ugye? Várjál. Space, vagy mivel F11-jel jöttem ki? F12 mi? Semmi, jó. Emmel előveszi az egeret. Hé, gyerekek, ez megy mind az ágyba szarás. Na, annyit akartam, hogy akkor itt van valami kocsi bérlő. Megnézzük, mennyibe fáj. Ós. Jaj, San Andreas irányítás, apám. Figyelj, space-el fut, shift-el ugrik. Rockstar Games egy kicsit, Rockstar Norta egy kicsit be voltak izéve. Suttyadva. Nemileg ugye nem lehet lopni, meg semmit se csinálni itt, autót, meg minden bűncselek, mindnek számít minden. Sőt, még hogyha chatbe ír, azt írom, hogy un az inventorim, meg un az inventorim. I betűvel. Ha jó, tele vagyok fel, gyerekek, várjál, hem. Kucs. Jó. Aha, receptek. Ne szórakozz, lehet izélni. Nem már re... Lehet kraftódni, ha hülye vagy. Ez a bazár, vagy mi ez? Space-re ki akarok mindig lépni, nem sikerül, várjál. M-mel meg ugye ez a... Retyér úgy, várja, tabbal mit csinál? Ja, itt vannak a játékosok, ehe. Hun vagyok én? Én vagyok a Szaros Józsi, hol van? Nincsen? Jó van. Annyi baj legyen. Várja, nem lehet ezt itt pörgetni lefele? Dehogy nem. Hun vagyok én? Arnold, az miért zöld? Admin vagy mi? Valakinek van ezeres pingje, apám. Hol vagyok én? Az ID, gondolom az utolsó ID is vagyok én. Most regeltem, vagy mit tudom én, vagy hogy van ez. Ja, ott van a szintje az embereknek. Figyeled, izé, 866-os szintű. Bazen, hányan vannak, hülye vagy? Online vannak 282-en, és 1000 valahány férőhelyes. És nem tudom, hol vagyok, jó van, nem számít. Na. Honda Click, Szert, Leon, Volkswagen Golf 1. Mely van? Hallod, 800 dollár? Hát gyalog, elmegyek, bazen, a világ végére inkább. Jaj, de hát ez az irányítás olyan nagyon nem jó. Na figyelj, elkö benni gyalog akkor, ez van. Hát csinosak vagyunk, gyerekek, mint az atom. Hé, pörgeti a fejét, na. Ott vannak a gangsterek, várja, beszélek velük, hogy izé, hogy... Ó, figyelj, de. Meg komázgatok. Na, já, figyeljetek, falusi süttyók vagyunk, szerepünknek. Ez miérten csináljuk a dolgokat, falusi süttyók vagyunk és dadogunk. Álljál meg, Moré! Nehogy beülje, nehogy beülj, nem lopunk autót, baszod. Mivel téve, ugye? Jó napot kívánok. 129 az a szintje, vagy milyen?
Csáóval kezdi. Új vagyok a városban. Új vagyok a városban. Szegény, most vagy itt. Magának baja van a beszédje? Be. Beszédhibában, sajnos. Na, ezt a szerepet nyomjuk, gyerekek, falusi sutyó, izé. Beszédhibában. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog reagálni a gyermek. Na most mi van még? Mauro, Licotto, Lucano. Valamit már csináljál. Bocs, de nem érek rá. Ó, more. Nem lehet így rákattintani ezekre? Várj, mert hogy itt valami projektet jobb gomba, vagy valami nem. Lada eladó, várj, ott figyelj, egy versenyes Lada eladó, figyelj, itt mennek a hirdetések fönn, hát nincsen telefonom nekem. Úgyhogy ezt cseszhetem. Akkor mi van? Sító lesz, vagy mi a rák? Hú, gyerekek, figyeljetek, lehet, hogy mégis kéne bérülni egy autót, nem? Béröljünk egy olcsó kocsit, aztán akkor elmegyünk, megcsináljuk a... Valami segélyt fölveszünk a városházára, a szocpolitikát. Fölveszünk a szocpolitikát. Egyébként nem nektek nincs hang, hanem abszolút nincs hang a játékban. Egy nagyon halk. Halk a hang, nagyon. Várjál, nézzük meg a mábaállításokat, vagy valami csoda. Hol van a hang, audio? Nem lehet, hogy le van bírva. Oh! Nyomjuk föl maximumra. Elvileg a rádióban ilyen izék szórak ám, ilyen magyar lakadalmas, meg minden. És király lesz. Megint tiltják a mindenféle live lehetőséget a csatornámon. Na figyelj, nézzük meg. Na, Honda Slick. Bazze Volkswagen Golf pedig azt akartam, a kibérlés. Nem mondod, hogy az rá, robogó. Hogyan indul ez, Baza? Most ez mi? Elindult? Te ez miért nem megy előre, te fiú? Hülye vagy? Előre nem akar menni, csak hátra, ne szórakozzál. Mi, váltani kell, vagy mi van? Hallod, nem megy előre? More! Nehogy toladva kölyön közlekednem, mi van? Nem megy előre ez az autó! Hogy kell kiszállni? Nem, nem megy előre ez a rohadék. Figyelj, izébe van. Ne, szórakozza, várja, hát itt valami tutoriál csak van. Hát csak előre kell nyomni azt a rohadt gombot, nem? De fiú... Jó, most tesztünk el izét, 200 dolcsit. Álljátok, tutoriál, mi volt? Jármi vásárlása, vagy mi rak? Na! CMT-től V3-tól az egyik legfontosabb része a játéknak, a head-up display, azaz a HUD. Ez a kijelző az, amit a képernyőt... Nem jövök rá a humor. Fogyasztás, minden van itt. CMT a V3-tól kezdve nagyon sok apró, viszont
Gyerekek, baj van, hát nem megy a... Komolyan mondom, esküszöbb az, hogy nem megy előre az a rohadt dögverda. Hát izébe van, elő... Ugye, hátramenetbe megy. Itt valami el van állítva. Na, nincs oda. Na most itt meg, itt meg nem érem el az irányítás, nem? Vagy igen? Ez nem, ez izé pad. Ez ilyen joy pad. Alapértelmezett betöltése. Aj, bazd, ne szórakozzá! Én nem megyek hátra, bazd, a tököm ki van. Hey! Indítsd a motort, jéve! Mert jármű indításhoz fordítsd a gyújtás kapcsolót és indítsd a motort. Tartsd lenyomva a J-bet, mellé pedig szintén tartsd nyomva a space-t. Mész az anyádba? Na jó, menjünk akkor ahova köl. Apát fülít! Tudom, merre kéne. Lehet így... Megbüntetnek? Még azt hiányozni fog. Hány pénz van? 600. És az meddig béreltem ki ezt a járművet? Gyerekek, van baj. Városházára kéne lesítjeni, de nem jó fel egy üvök, most jövök rá. Meg szembeforgalom, meg ilyesmi, biztos megcsesznek, mi? Rendőrség. Valami munkát kéne vállalni, meg személyigazolványom sincsen, meg micsoda van itten. Egy olyan motor, mint az őrület. De valahol le kéne jönne minden. Figyelj, de... magyar rendőrsége. Hallod, magyar rendőrséges? Ne! Gyors hajtás! Hülye vaz! Megvágtak, izé, mínusz 40 akármennyire. Hol van a fogyasztás? Tele van legalább. Hallod, behajtani tilos tábla. Mész... Öreg. Biztos megbüntet valami ügyrendőr, mi? Ennyi pénzzel nem lehet venni valami járművet? Egy Trabantot legalább, vagy valami csodát? Mindegy, megnézzük akkor ezt a személy... Meg valami szocpolitikát vegyünk már fel, vagy valami csodám. Ez mi? Házat lehet venni. Jó, hát arra biztos nincs pénzem. Meg házat is kell venni, ugye ott lehet lakni, meg ilyesmi. Hú, meg kell nézni, milyen a... Jöjj, more! Ferrarival jött a gyerek. Egyébként ez az OBS nem nagyon szereti. Mi ez? Hűjjjjj, mi majdnem nekem jött. Le kell állítani? Aha, leállítottam, szépen, jó. Már 15 perc múlva eltűnik, mindig figyelik ő erre. Indul meg! Mi ez? Engedd el! Engedd el azt a szart, te mocskok! Hát nem hiszem, hogy most meg megsérültem. Mi ez? Kisbolt. Jó. Kisbolt, várja, nem lehet itt venni izét? Telefont. Mit lehet itt venni? Kaját! Joe NPC. Van játék. Jó, nem veszek semmit. Várj, hogy kell... Hogy kell vásárolni? Szerintem rá kell kattolni, nem? Nem nagyon. Hello! Lehet, hogy valahogy parancs, hogy perbúj, vagy ilyesmi, vagy ide kellett volna hozni az utcát, jó. Maradjunk ott, ahol amit akartunk. Vagy nem tudom, most városházára kéne menni először? Félek, hogy eltűnik. De figyelj, kilépek, eltűnik ez a verda, mi? Úgyhogy akkor kéne csinálni egy-két dolgot. Megint ugye jé. Ennyi lenne. 30-as tábla. Fekvő rendőr, minden van, bozzá.
Nem is merek menni már, mennyibe megyünk? Jó, jött fel, nem megyek még így is. Polícia, ne vagy, micsoda? Az egy rendőr? Nem, az nem rendőr. Telefonfülkékkel nem tudok telefonálni. Taxit hívni, de minek, ha egyszer már van járművem? Na, menjünk gyerekek, ne tököljünk. Most mondja meg valaki, hogy menjek 30-al itt. Mindjárt ott leszünk a városházán, már csak 500 pénzünk lesz. Valaki ilyen megy a mentő. Beszarok komolyan különben, jó ez a játék, de... Üdvözöllek a Seagull navigációs rendszerben. Az úti cél kiválasztásához kattints a térképen. Hülye vagy. Mi szórakozz el, várjál. M. Ide elmennék amúgy. Megnézzük, milyen verdák vannak. Csak azért. Hát, aki jön. Cél kiválasztva. Balesetmentes közlekedést kívánunk. Azt nem mondd, hogy mondani fogod, merre menjek, mert beszarok. Fordulj jobbra. Hülye vagy? Nem tudom, ki csinálja ezt a játékot, de... benyalok neki a risztére. Menj 500 métert, majd fordulj balra. Oké, barátom. Várja, nincs izé? Nézzetek? Úgy lehet, hogy OBS-sel fogom az után, vagy nem OBS-sel fogom az után fölvenni, mert biztos vagyok benne, hogy az szopat. 250 métert, majd fordulj balra. Ja, ezért az Shadowplay szerintem nem akar. Én látom a felvételt, nekem nem akad, de amúgy akad. Maga a felvétel. És mindenhol lehet venni házat, figyelitek? Nem szabadna elesnem, mert az a baj, akkor meghalok. Fordulj balra. Ez nem behajtalítós? Ja nem. Hú, elbasztam az útirányt, na mindegy. Jó, ez nem. Újra tervezés nincs, barátom. Újra tervezés. Hülye vagy, van az is, úristen. Fordulj balra. Gyerekek, le a kalappal. Ja, ezután seröppeljel veszem, bocs, hogy itt tökörőszünk, de ez így nem lesz jó. Hűk vagy, viszont a játék az maga, ez nem kis pálya. Jó lenne, ha lenne valami társam. Feleségem, gyűnne a falurra a feleségem, maré. Nem akar valaki lenni a feleségem? Fagio, munka. Ja, ez egy pizza food, egy csomó. Az mind izé melóznak, figyeled, amikor egy munkás. Mindenki izé... Fordulj vissza, ahol lehetséges. Jó van, vissza vagy fordulva. Nem az az. Hülye, ez itt ez az. Na ez az, szerintem. Jé? Space? Ez egy agresszív ember ott. Na nézzük meg, hogy milyen járműveket lehet venni, jó? Van itt egy ATM is. Ja, legközelebb izébe veszük fel. Na nézzük, mennyi ez. Ha nem... Mennyi... Hogyan lehet 256 készpénzünk? Audi, Varza. Hány autó van? Ez mennyibe kerül? 24 ezer ez is. 15 ezer ez is. 230 dollár. Ez.
Itt meg meg tudnánk venni, gyerekek. Szerintem autót nem fogunk tudni venni. Vegyük meg ezt a biciklit, jó? Legalább valamivel tudunk közlekedni. Dollárbub az. Jó ez nekem. Figyelj, jó ez nekem egyelőre, gyerekek. Elvileg ugye ez megmaradne. Beszarok! Ja, a kocsiba szólt, hülye vagy. Szólt kocsiba az ele! Az a durva, hogy ez meg nincs rádió, ugye? Nincs. Na figyeljetek, az a szitu, akkor van egy mountain bike-unk. Meg hova tűnt a többi pénzünk, azt meg se kérdezzétek. Mindegy, megpróbálunk akkor, írjatok tippeket, hogy én kéne ezt itt létezni. És akkor ez az enyém, ez a bingo, ugye? Várjátok, a tulajdonomban ott van, elvileg volt itt ilyen, hogy... Nem ez? Itt te. Van egy mountain bike, 100% állapotban, benzin 100%, még szerencse. Rendszám, itt a rendszáma. Kézifék behúzva, nitro, gyári... Míg itt van, hogy miket felfüggesztés, gyári, nem hiszem... Kurva jó. Na jó van, gyerekek, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Innen folytatás következés téma lesz. Remélem tetszik a videó. Lehet, hogy Shadowplay-el fogom ezután menni, és akkor kicsit jobban fut. Egyébként itt jól fut, csak amikor nagyon sokat megyek, akkor nem. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok tényleg. Na, jó ez a játék. Valaki van kedve, csatlakozzon akkor nekem. Egyébként ilyen autóba belép... Hogy a legegyszerűbb munkában, hogy pénzem legyen. Majd ezt írjatok már meg. Na jó van, csácsumi, csőtészt, a csokoládé és traktor kérék.